Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket az Úr Jézus nevében ma este is, és én eme helyről is. Remélem most már egyre többen be fognak jönni kintről a konyhából. Van még kint, vannak még kint sokan, Anita? Van, hogy kezd letelni az idő. Három dologról szeretnék itt az elején beszélni nektek, így a köszöntéseken belül. Az egyik dolog az, hogy már ez ilyen szokássá vált nálunk, megkérdezném azt, hogy van-e közöttünk, aki először van. Attila bácsit látom, Huniékat is látom, Buktát is. Tapsoljuk meg őket! És őszintén nagyon örülünk annak, hogy itt vagytok, és hogy együtt lehetünk, és együtt imádhatjuk, és kereshetjük az Urat. Amit idefele úton gondolkoztam, míg a többiek beszállni hoznak, van olyan ember, akinek ebben a hónapban van, vagy volt a születésnapja? Nincsen? Tamásnak tegnap volt. Isten éltessen Tamás. Petinek is. Isten éltessen Petinek. Az Úr tartson és őrizzen meg titeket. Lassan beszivárgunk, most már hallják, hogy van mikrofonok bekapcsolva. Szeretnék nektek a jövőről beszélni egy picit, nem olyan nagyon távoliról, hanem csak a december 30-airól. Azt terveztük, már a Facebookon ki is volt hirdetve ez, hogy a december 30-ai alkalmunk az egy ilyen évzáró plusz évnyitó alkalom lenne. És mivel azt látjuk, hogy az alkalmak elején nagyon szerettünk itt kint lenni és beszélgetni, ami nagyon helyén van, hogy közösség legyen Isten népe egymással, azt terveztük, hogy egy kicsit ünnepiesebbé vennénk a figurát, és megkérnénk a kedves nőtestvéreket, akik nagyon kedvesek, és nagyon szorgalmasak, és nagyon áldott kezeik vannak, hogy etessenek meg bennünket mindenféle finomságban. Lehet sütni, főzni, megmutatni, kinek milyen gondolatai, ötletei, ajándékai vannak otthon a konyhában. Ebben egy olyan segítség lenne, hogy ne csináljon mindenki rántott hús, hogy ne legyen 600 fasír, hanem vegyes legyen, hogy az állófogadás minél ékesebb legyen, meg díszesebb, meg finomabb. Bár mindig is mindig olyan jól összeszerkeszti, de ezt a feleségem miatt mondom most, nem, hogy így szeretné. hogy van kint egy lapa a konyhában, ugye, Anita? Nincs. Kirakani egy lapot a konyhába, és azon föl van sorolva egy pár ételek a neve. Bocsánat, átveszem a szót, ne haragudjatok, mert erre nem volt időm, elnézést kérek. De akkor az lenne a kérésem, hogy az alkalom végén, aki ebbe szeretne részt venni, vagy felvállalja azt, hogy süt valamit, vagy főz valamit, vagy akármi, akkor az keressen meg engem, és akkor én fölírogatom, jó, hogy ki mit vállalt, hogy akkor összerakjuk, hogy ne, tényleg ne az legyen, hogy... Jó, köszönöm. Király. Na, akkor ennyi lesz a konyhai történet. Köszönöm szépen. És akkor ilyen három körül már itt lennénk. Tehát három körül összejönnénk. Azt hiszem, az is megvan beszélve a vezetőséghez, Zoli, hogy kint leszünk az aulában. Tehát mivel valószínűleg nagy lesz a létszám, meg hogy jobban elférjünk az asztalok körül, és tudjunk úgy közösségben lenni, akár ha valaki elfelé akar menni imádkozni, beszélgetni, és hogy ne legyünk annyira összeszorulva, itt leszünk kint az aulában, ott lesz megterítve, jó? Az udvaron, arra gondolok, igen. Az udvarra gondolok, a fedett udvarra. És háromtól már együtt lennénk, közösséget gyakorolnánk, és 5 óra környékén jönnénk be ide, és egy olyan estére gondoltunk, terveztünk, látunk az Úrtól, hogy lesz egy igei szolgálat, amivel Istennek a beszédét fogjuk gorcs alá venni. De a végén, amikor annak vége lenne, akkor lenne több idő az imádatra, a dicséretre, és ha van mentek bizonyságtétel, ha olyan mentek, hogy megosztani való, akkor már most elkezdtétek forgatni a szívetekben, az elmétekben, mert olyan évet szeretnénk, vagy úgy szeretnénk, hogyha megláthatna ezen az alkalmat Istennek a dicsőség, hogy ebbe az éve miket végzett köztünk, meg rajtatok, meg általatok. Tehát minden olyan dolog, ami buzgósít bennünket, ami feltölt bennünket, vagy ami imádságra ösztönöz bennünket, azt ne hagyjátok otthon, és most lesz lehetőség, és 10-ig leszünk majd itt. Tehát az egy kicsit bővített alkalom lesz, arra kiemelteket, akinek van konyhai ajándék, akkor az ne tartsa vissza, az udvaron leszünk, és készítek bizonyságtételekkel, jó? Tehát ez lenne a 30-ai terv.
Most még szeretnénk nektek felolvasni egy igét végezetül. Ezt az igét jöttünk az autóba, és imádkoztam, és jött egy mondat. Kaptam az úr egy mondat, és tudtam, hogy ige, és nem tudom, hogy hol van megírva, és akkor megkértem szívétől, hogy üsse be, és keressek, hogy hol van megírva. És most szeretnénk nektek felolvasni a zsidókhoz írt levélből, a 13. fejezetből a 9. verstől egy ige szakaszt. Úgy kezdődik, hogy ne hagyjátok, hogy különféle idegen tanításokkal félrevezessenek. És ezt a mondatot kaptam, hogy most fog következni, ezt a mondatot kaptam az úrtól. Mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet, nem ennivalókkal, melyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Kiszedném el ezt a mondatot, amit kaptam. Mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülöző gyalázatát hordozva. Mert nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek, azaz ő nevéről vallástevő ajkak gyümölcsét. Az volt bennem, vagy az van bennem most, hogy lassan el fogjuk kezdeni a dicséretet, és fogjuk Istent imádni, fogjuk Istent keresni. Az van bennem, hogy hajtsunk most fejet Isten előtt. Adjatok egy kicsit időt Istennek arra, hogy az ő kegyelméből mutasson nektek valamit. Most nem arra gondolok, hogy látomásokat, meg képeket, meg stb. Az van a szívem, hogy szeretnénk oda menni úgy Istenhez, ami méltó hozzá. Az ő kegyelmére appellálva. Belátni azokat a dolgokat, amikben a héten nem voltunk jelesek. Belátni azokat a dolgokat az életünkben, meg megvallani, vagy kimondani, vagy bocsánatot kérni, amivel nem méltó bemenni most Isten szín elé. Ha van a szívetekben valami olyan dolog, keserűség, harag, meg nem bocsájtás, olyan dolog, amit tudod, hogy nem Istenhez méltó, akkor most maradjunk csöndbe és tegyük le. Mert Isten az ő kegyelmével fel akar bennünket szabadítani, fel akar bennünket oldozni, és meg akarja erősíteni a szíveteket, meg akarja erősíteni a szívünket. Adjunk lehetőséget Istennek arra, most hajtjátok meg a fejeteket, hogy legyünk kicsit Isten előtt csöndben. És imádkozzunk Istenhez. És kérdezzük meg Istent, Uram, hogy vagyok? Uram, mit rontottam el? Uram, mik azok a dolgok, amit szomorítottak téged ezen a héten vagy múlt héten? Uram, van akire neheztelek? Uram, látsz álnokságot a szívemben? Vagy becsvágyat? Uram, bocsáss meg a tisztátalan beszédeimet, szív szándékaimat. Köszönjük, drága mennyi édesatyánk, hogy jöhetünk most te eléd, hogy a mi szellemünk a kegyelmet felé fordulhatott. Köszönöm, hogy bevilágítasz a szívünkbe, az érzelmeinkbe. És köszönjük, hogy kipakolhatunk mindent a golgot a keresztjéhez. Uram, bocsáss meg minden tisztátalanságot nekünk. Amikor nem úgy szóltunk, nem úgy viselkedtünk, ami hozzád méltó lenne, mert a dicsőségedre lenne. Bocsáss meg a testünknek az indulatait, amik ellened voltak. Bocsáss meg, atyám, minden haragot, lármát, lázadást, ami a te országod ellen hatott. Úrunk, szeretnék most lepakolni mindent. És hiszünk abban, atyám, hogy van hatalmad, és az a te akaratod, hogy felszabaduljunk, hogy megerősödjön a szívünk. Köszönjük a kifolyt vért. Úrunk, készülünk most a színed elé, minél beljebb. Szeretnénk imádni téged. Szeretnénk fölemelni téged. Szeretnénk hódolni előtted.
tegyél bennünket kérlek készszerre, atyám, puhítsd meg a szíveinket. És atyám, arra kérlek téged az Úr Jézus nevében, hogy vegyél rólunk minden süketséget és vakságot, ami nem lát téged és nem hall téged. Uram, vágyódunk utánad. Atyám, meg szeretnénk erősödni a hitünkben. Atyám, meg szeretnénk újulni. Meg szeretnénk frissülni. Tudjuk, hogy ez a te akaratod is. Hogy a te néped épp legyen, egészséges legyen. Uram, önts ki ránk ezt a kegyelmet. Szánts föl kérlek a szíveket. Bocsáss meg a bűnöket. Hozzá föl minden olyan gyökeret, Uram, amihez gonoszság tapad. Uram, köszönjük, hogy elhívtál bennünket, és ismerhetünk téged, mert te előbb ismertél. Áldunk és magasztalunk mindenért, és vágyunk arra, hogy uralkodj majd köztünk, és szólj hozzánk, és vigasztalj bennünket. Azért a szóért, azért az igéért kérünk, hogy személyesen ki akarsz küldeni mindannyiunk életébe. Dicsérünk téged, atyám, az Úr Jézus nevében. Amen. Balázs testvérünk fog ma vezetni bennünket imádatban és dicséretben. Aztán hazajött a két kedves testvérünk, Áron és Marci. Ők is megkapcsolhatjuk. Már körbölelgettük őket, bár mondjuk szerintem mindenki körbölelgette őket. Ő fog, Áron fog szolgálni, Marci fog bizonságot tenni, hogy figyelünk az Úr, hogy hogyan fog folytatódni. Dicsérjük az Urat. Köszöntelek titeket sok szeretettel. Az volt bennem, hogy olyan jó, hogy nem performance az, ami itt fog történni, mert az annyira kevés lennék ma este. És olyan jó az, hogy veletek együtt mehetek be a dicsőítésbe. Olyan jó az, hogy úgy állhatok itt, hogy vágyok arra, hogy egybe folyjon a szívem veletek, és vágyok arra, hogy teret készítsünk együtt a Jézus megjelenésének. Teret készítsünk együtt dicsőítés által a mi szíveinkbe, ahhoz, hogy az ő teljességében, az ő dicsőségében megjelenjen itt közöttünk, és az övé legyen minden dicsőség. Erre hívlak titeket, hogy nagyon bátran énekeljetek, és nagyon szívből énekeljetek. Az első hangon, gyere és álljuk együtt, azt, aki a sírba felkelt, Jézus nagy királyunkat, magasztaljuk őt. Gyere, álljuk együtt, azt, aki most is itt van, Jézus szent megváltónkat, magasztaljuk őt, csak őt. Gyere, te is álljuk együtt, azt, aki a sírba felkelt, Jézus nagy királyunkat, magasztaljuk őt. Gyere, álljuk együtt,
sírba fel kell. Jézus nagy királyunkat magasztaljuk őt. Gyere, gyere, álljuk együtt azt, aki most is itt van. Jézus szent megváltókat magasztaljuk őt, csak őt. Csak hogy tűzlányjába jelenik meg, és körülövezi az ő dicsősége, és nem csak az az Isten, aki nevére leborul minden a mennyen és a földön, hanem ugyanaz az Isten, aki közel van a megtört szívekhez, sebzett lelküket megsegíti. És olyan durva, hogy a zsoltárokban ez mind a két oldala annyira erősen jelen van,
és szeretném, hogy tudd, hogy ez nem csak egy olyan Isten, aki a nevére leborul minden, hanem olyan egy Isten, aki közel van a te szívedhez, és közel szeretne jönni. És a következő dal arról szól, hogy óriási paradoxon, hogy ő egy megfeszített Isten. Hogy leborul minden az ő nevére, és mégis az ő teljes dicsőségében ott a fán ismertük meg őt. Amen. És olyan nagy ez a titok, gyertek, csodáljuk együtt ezt. Nem értem meg soha. Bűnömért mi volt az áldozat? Köszönjük így Jézus neked azt, hogy nem volt drága a te saját életed azért, hogy mi annak a dicsőségnek a részesei lehessünk, ami benned van. És köszönöm Uram azt, hogy olyan Isten vagy, aki ott hagyod a 99-et is elmész a 100-ért. És köszönöm, hogy akárhány 100-dik van most ebbe a terembe itt. Azért, mert véledet adtad érte, utána fogsz menni. Szeretnénk így meglátni téged. Szeretnénk egyre jobban megismerni a te szívedet. Kérlek, gyere a te jelenlétedbe.
te jelenlétedben legyél itt közöttünk. Ott van az otthonunk, ahol te vagy. Amen. Amen. Szeretném, hogyha tanulnánk egy nagyon egyszerű és rövid dalt. Ez is arról szól, az a cím, hogy utánam jössz. Egyetlen verszak van és egyetlen refrénje. Szeretném, hogy a mai nap végére magabiztosan is örömmel énekeljük. Lehet van már, aki ismeri, bátran kapcsolódjon be. Csak veled akarok élni, Jézus. Veled akarok járni, Jézus. Jelenlétet belépni, Jézus. Csak veled. Csak veled akarok élni. Veled akarok élni, Jézus, csak veled akarok járni, Jézus, jelenlétet belépni, Jézus, csak veled. És tudom már, ha harcok jönnek, javamra válik minden könnyen, utánam jössz, türelmet végtelen. Vizsgálj meg, Uram, ismerd meg szívem, próbálj ki a tüzes kemencében, hogy gyémántként ragyoghassak majd neked. Járni, Jézus,
bárkinek van most így imája szívén, az hangosan, bátran mondja. Drága názáreti Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy Te vagy a legbiztonságosabb személy, akihez tartozhatom. Köszönöm, hogy minden szükségemre a válasz nálad van, és minden szükségünkre. Drága názáreti Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy Te vagy az, aki győztél a halál felett, és a Te véredben, kifolyt véredben van az élet, az örök élet, és a szellemünknek életet adtál, és a szellemünk felélethet, ha hozzád ragaszkodunk, ha átadom magam neked. Köszönöm, hogy a lelkem és a testemnek a gyógyítója is Te vagy. Köszönöm, Uram, hogy Te vagy a mi gyógyítónk. Te vagy az, aki a sebeinket be akarod ma is itt kötözni. Úr Jézus, imádunk Téged. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki a testünk fájdalmait el akarod venni, és megújítani a mi erőnket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy kijelenthetjük, hogy erő van a Te kifolyt véredben. Van erő, csodás erő van a Jézus vérében. Úr Jézus, kérlek, fedezd be bennünket ma este ezzel a vérrel. Mosd meg, bocsásd meg vétkeinket, Uram, és minden gonosz, a gonoszságnak a lelke, a szelleme, amit, Uram, amit magunkkal hoztunk erre a helyre. Úr Jézus, azt mind söpört ki Szent Szellemed által. Úr Jézus, mosd meg bennünket, bocsásd meg vétkeinket, és tölts be bennünket a Te szereteteddel. Köszönöm, Uram, hogy azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem által kitöltetett az Isten szeretete a mi szívünkbe. Erre vágyom, Uram, és erre vágyunk, hogy így jöjj és töltess ki, Szent Szellem Isten, hatolj belénk itt a mai estén, hogy az Isten szeretete kiáradjon csordultig, beleáradjon a szívünkbe, és túláradjon az emberek felé. Uram, erre vágyom. Szeretném átadni magamat neked teljesen, Uram. Legyen meg a Te akaratod az életemben. És Uram, arra kérlek, hogy adj nekünk kitartást, és döntést melletted, és ebben kitartást, az igének engedelmeskedni, melletted, veled menni, Uram, az úton. Kérlek, Uram, könyörgöm, adj ebben kitartást mindannyiunknak. Nagyon nagy szükségünk van a segítségedre ebben is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghallgatod az imáinkat. Amen. Amen. Úr Jézus, köszönöm, hogy tökéletes győzelmet arattál a Golgotai kereszten. Teljes győzelmet a gonosz felett, és köszönöm, hogy mi benned élhetünk és járhatunk, és mi is győztesek lehetünk Te benned, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy győzelemre készítettél minket el, és köszönöm, hogy a Te benned való elrejtettségre készítetted el a mi életünket. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetünk a Te jelenlétedbe, és köszönöm, Uram, hogy meglátogatsz minket a Te drága szellemeddel, a Te drága jelenléteddel. Amen. Amen. Megváltom szó nekem, elme kicsi erő, nyugtott találsz bennem, leszel a segítő. Jézus nyugtott ám, szíve megbocsát, bűntől szennyes lelkemnek vére, azt tisztulnád. Szent véred Jézusom, elmost a bűnömet, erőd csodás nagyon, meglágyít kőszíved. Jézus nyugtott lát,
nem semmi jó. Kegyedre érdemes, te vagy az bűnhaló, ki Istenhez vezet. Jézus nyugtott át, szíve megbocsát, bűnt összennyes lelkemnek végre hoz tisztulást. Látom őt, ki megváltott és a halálba győzött. És a halálból kihozott. Ó, áldom őt, ki megváltott, és a halálból kihozott. Ó, áldom őt, ki megváltott, és a halálból kihozott. Ó, áldom őt, ki megváltott, és a halálból kihozott. Jézus nyugtott át, szíve megbocsát, bűnt összennyes lelkemnek vére hoz tisztulást. Jézus nyugtott át, szíve megbocsát, bűnt összennyes lelkemnek vére hoz tisztulást. Szavadra, most meg nincs rám szent véredet, megfogd a Golgotát. Mert oly szegény vagyok. Mert oly szegény vagyok. Én mindenem te most, és üdvözítő véredben egész tisztulást.
magadhoz viszed. Én téged árnak boldogan, ki most benned hiszed. Ó, nézd, jövök hozzád, Uram, tekintsél rám. Most meg, ízd rám szent véredet, mely fog a Golgotán. Sírlak titeket, hogy tanítás előtti utolsó dalban még egyszer tekintsünk fel arra a Golgotára, amiről most énekeltünk, ahol minden elvégeztetett értünk. Szokott föld és ég, a téli nap sötét, a megváltó esve voltam. Teste a kereszten, a vére folyt értem, a bűneim a vállán hordozta. Hiszem, hogy a menny öröme kisorul a földre,
és hiszem, hogy az ottani ünneplés, ez már most elkezdődik itt a földön, és bele fog torkolni az örökké valóságba. Sing you hallelujah, sing you hallelujah, sing you hallelujah, Jesus tovara. Sing you hallelujah, sing you hallelujah, sing you hallelujah, Jesus tovara. Sing you hallelujah. Sing you hallelujah. Sing you hallelujah. Jesus Tovara. Sing you hallelujah. Sing you hallelujah. Sing you hallelujah. Jesus Tovara. Kincsedet, Uram, a Te életedet, Uram, azt az életet, hogy föltámasztott Téged a halálból, köszönjük, hogy ezt nekünk adtad, hogy éljünk. Amen. Hogy éljünk a Te dicsőségedre, Uram. És köszönjük, Uram, most is hívsz bennünket. Arra, hogy meg tudj dicsőni a mi életünkben, a mi testünkben, a mi lelkünkben, Uram. Imádunk Téged, Uram, és köszönjük, hogy küldötted most a dicséretet, az imádást itt közénk. Köszönjük, hogy hódolhatunk előtted. És köszönjük, hogy imádhatunk Téged. Egyedül Te vagy méltó arra, hogy imádjunk. Egyedül Te vagy méltó arra, hogy dicsérjünk. Bocsáss meg, Uram, minden olyan bűnt, a szívünk, a szánk olyan dolgokat dicsért és imádhat, ami bálvány, ami nem Te vagy, ami nem méltó. De köszönjük, hogy most helyreállítasz bennünket, Uram, és behíz bennünket a Te ölelésedbe, a Te jelenlétedbe. Köszönjük a mennek az atmoszféráját itt közöttünk, a Te jelenléted, Uram.
áldunk és magasztalunk mindenért. Azért, hogy egy gyógyítasz közöttünk ma. Azért, hogy újjászülsz embereket, Atyám. Azért, hogy betöltesz a tesz telága szellemeddel, Uram. Itt lelkeket, Uram. Az, hogy átformálsz bennünket a te képmásodra. Minden érted van, és minden rólad szól, Úr Jézus. Szóljon minden te rólad. Amen. Amen.